ez az egész terület, amin mi dolgozunk, ez valahol az üzletnek, a tudománynak és a technológiának a kereszteződésében helyezkedik el. Ha egy picit ránézzünk most arra, hogy milyen eredményeket szoktunk kapni egy tesztezésből, vannak nekünk ilyen előrejelzéseink, ezek lesznek a teszteredmények, valamennyire jó az illető az adott tesztem, és ezzel próbálunk előrejelzni valamilyen fajta teljesítményt. És azt reméljük, hogy a kettő között van valamilyen fajta összefüggés. Nem lesz ilyen egyenes vonal, de azért nem lesz minden felepötty, hanem körülbelül egy vonal mentén fognak elhelyezkedni az emberek. Akik jó eredményt adtak a teszten, azoknak lesz jó eredménye majd később a munkahelyen. Azoktól várunk igazán jó teljesítményt később a munkahelyen. Ha ilyen összefüggést nem kapunk, akkor nem érdemes használni azt az eszközt. Az interjúk, az önéletrajzok nem olyan pontosan dolgoznak, mint ahogy az emberek érzése egyébként ezt adja. Milyen eszközeink vannak, ha egyszer abba hagyjuk ezt a hasraütéses módszertant? Vannak képességtesztjeink, amikben vannak helyes és helytelen válaszok. Lehet jobban és rosszabbul teljesíteni. Vannak kérdőívek, például személyiség, vagy kompetencia, vagy motivációs kérdőívek, de minden esetre ezek olyan kérdőívek, amikben nincsenek jó és rossz válaszok, nincsenek jó és rossz eredmények, hanem csak az van, hogy bizonyos dolgok rám jellemzőbbek, más dolgok rám kevésbé jellemzőek. Az adott munkakör dönti el, hogy ebben a munkakörben például hatékony vagyok-e én ilyen preferenciákkal, vagy kevésbé vagyok hatékony. És a harmadik nagy eszközcsoport, ezek a munkaszimulációs gyakorlatok, értékelő központ, fejlesztő központ gyakorlatok. De most csak és kizárólag az első kategóriáról, a képességtesztekről szeretnék egy picit beszélni. Mert ha megnézzük, hogy milyen eszközöknek körülbelül milyen az előrejelző ereje a munkavilágában, vannak eszközök, amiknek aránylag picikék, mondjuk a grafológia, vagy a struktúrálatlan interjú, ahogy az előbb próbáltam mondani. Az értékelő központ gyakorlatokról egy picit megosztanak a vélemények, kicsit úgy tűnik, hogy ha jól csinálják ezeket a gyakorlatokat, akkor jók, ha rosszul, akkor rosszak. A struktúrált interjú, amikor már előre leírtam mondjuk a kérdéseket, és világosan elhatároztam előre, hogy mik lesznek a jó és a kevésbé jó válaszok, ez már majdnem olyan, mint egy kérdőív azért, egy struktúrált interjú, azoknak már magasabb az előrejelző ereje. A legjobb előrejelző erővel mégiscsak ezek az okosságot vizsgáló kognitív képességtesztek, amikben vannak feladatok, és vannak benne jó és rossz eredmények. Én 4 darab képességtesztet hoztam most ide. Ez a 4 darab képességteszt, ez 2 nagy csoportra osztható. Az egyik, ez az általános képességeket, intelligenciát vizsgáló tesztek, a másik pedig ilyen speciális képességeket vizsgáló tesztek. Az általános intelligencia alapvetően ebből a 2 nagy területből áll össze. Valamilyen fajta tudásból és valamilyen fajta képességből. És ezt az egyiket azt ilyen szókincsel tudjuk mérni. Tehát amikor szókincstesztet használok, akkor igazából nem arra vagyok kíváncsi, hogy az illető mennyire ékes szóló, hanem azt szeretném megtudni, hogy a világ, a társadalom által már hozzáférhetővé tett információknak mekkora részére birtokolja ő. Ennél talán már csak a másik fele nagyobb falat ennek a képernyőnek, hogy az általános gondolkodást, az okosságot megpróbálni valamilyen fajta eszközzel mérni, az pedig valamilyen manipulációs, probléma megoldó teszt. Ez például egy olyan adat, amit egy ország, magyar országosan reprezentatív minta alapján készítettünk el, és azt mutatja, hogy hogyan változik a probléma megoldó képesség, illetve a szókincs az életkor előre haladtával. Látszik, hogy a probléma megoldó képesség 20-as, 30-as éveinkben éri el a maximumát, és jó ideig körülbelül azon a szinten marad, de azért úgy a 40-es, 50-es éveinktől ez a fajta képesség, ez úgy tűnik, hogy egyre inkább csökken. Ezzel szemben, ha megnézzük a szókincset, ott semmi ilyesmit nem találunk, ott azt találjuk, hogy hát persze gyerekkorban, kisgyerekkorban az emberek kevés szót tudnak, és aztán gyorsan tanulnak mindenfélét, és ez a tanulás
egész életünkben, ameddig nekünk adatunk van, az körülbelül ilyen 60-as, 70-es évek életkor, ez egész életünkben növekszik. A képernyő felső része mutatja azt, hogy hogy néz ki a probléma megoldó tesztnek a feladat képernyője. Ilyen absztrakt ábrákat kapunk, 3x3-as mezőben lévő absztrakt ábrák kapunk, és az a kérdés, hogy ebből a 9 részből melyik kettőt kell felcserélnem nekem ahhoz, hogy ezek a részek függőlegesen is és viszintesen is logikusan kövessék egymást. A szókincsnek pedig az a, tesznek az a feladata, hogy itt van 3x3 szó, mondjam meg, hogy melyik az a kettő, aminek a jelentése egymáshoz a lehető legközelebb áll. De ezek voltak az általános képességtesztek, most mutatnék két speciális képességtesztet. Az egyike a térbeli gondolkodást vizsgálja, a másik pedig a mechanikai gondolkodást. A térbeli gondolkozás teszt az ilyen háromdimenziós ábrákból kell megmondani, hogy vajon melyik lehet ennek a megfelelő vetülete. Tehát különböző háromdimenziós dolgoknak kell megnézni a nézeteit, például, hogy ennek a középső ábrának melyik három dolog lehet a nézete. Válasszuk ki azt a hármat, ami ennek lehetséges nézete, és most ki van jelölve, hogy ez a dolog, ez kinézhet például így, vagy így, vagy így, attól függ, hogy honnan nézzük. A mechanikai gondolkodás az kifejezetten azt vizsgálja, hogy egyszerű mechanikus gépeknek működésének a megértésével hogy áll a tesztkitöltő, merre fog forogni az adott szíj, az adott kerék, mi történik az adott gépecskével. Érezhetően ez a teszt, ez elég speciális munkakörökben szolgál nekünk információval. És ezeknek az online eszközöknek mindenféle előnyét fel tudnánk sorolni, olyan feladatokat lehet vele csinálni, amiket a papírszerűző eszközökkel nem érdekesebbé lehet tenni. Ezt próbálja mondani, ez az interaktív. Hogy ezek biztonságos eszközök. Mindenki más-más feladatot fog kapni, ezeknek nem lemásolható a kulcsa. Egyáltalán nem aggódunk, hogyha kétszer kell ugyanazt a tesztet odaadni valakinek, vagy hogyha két ember egymás mellett tölti ki ezeket a teszteket, mert ezek mindenki saját teszteket kap, ezeknek a kulcsa nem tud kiszivárogni. Ezek egészen más elven működnek, mint a papír ceruza eszközök, és sokkal pontosabb eredményt tudunk adni, ami azt jelenti, hogy sokkal jobban meg tudjuk mondani, hogy ki a jobb és ki a kevésbé jó az adott teszten, vagy az adott kinek kevésbé és kinek jobb az adott képessége, vagy sokkal rövidebb tesztet tudunk készíteni, hogyha nem akarunk olyan nagyon pontosak lenni. Ezek a tesztek ilyen új fajta eszközök, úgy hívják őket, hogy adaptív eszközök. Jön a teszt kitöltő, ad egy helyes vagy egy helytelen választ, ha adott egy helyes választ, akkor kap egy nehezebb feladatot, hát ezt elrontotta, akkor kap egy könnyebbet, és így meg tudjuk mondani a feladatok nehézségi szintjét, mi az, amit ő ügyesen meg tud már oldani, azt szerint tudjuk megmondani az illető teljesítményét. Egy másik nézetben ugyanez úgy néz ki, hogy elkezdi valaki megoldani a tesztet, helyesen oldja meg, helytelenül oldja meg, és így tovább. Mindig tudunk adni egy becslést az ő képesség szintjére, és ahogy egyre tovább megyünk ebben a tesztkitöltésben, ez a becslés egyre pontosabb és pontosabb lesz. Picit arról, hogy hogyan tudjuk kényelmessé tenni ezeknek az eszközöknek a használatát. Először is úgy, hogy ezeket az eszközöket kiadjuk az ügyfeleink számára, tehát hogy az ügyfelek maguk adminisztrálják ezeket az eszközöket, kap mindenki egy saját adminisztrátori felületet, amiben fölviszi a jelentkezőket, a tesztfelvevőket, és ő maga is tölti le, tehát nem kell állandóan ránk várni egy ilyen teszthasználat során. Az adminisztrátornak igazából összesen két feladata van. Az elején megadja a felhasználó adatait, fölviszi a rendszerbe, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy megad egy nevet meg egy e-mailt, aztán a rendszer majd elküld e-mailbe a belépési információkat a tesztkitöltőnek, a tesztkitöltő szépen belép a rendszerbe és elvégzi a feladatait, kitölti a teszteket, a rendszer kiértékeli az adatokat és legenerálja a jelentést a felhasználóról, és az adminisztrátor, amikor szépen megint visszalép, belép a rendszerbe, akkor letölti a jelentést. Elkezdi a felhasználó kitölteni a tesztet, akkor minden tesztünk úgy kezdődik, hogy szépen elmagyarázza a tesztkitöltőnek, hogy mi lesz itt a feladat, megkapja az instrukciókat, el kell azokat olvasni, utána próba feladatokat fogunk adni, amiket nem értékelünk, és csak akkor tud tovább menni, hogyha a próba feladatokat helyesen
megoldotta, akkor következik a valódi tesztkitöltés, ami szépen végigmegy az összes feladaton, és a tesztkitöltés befejeztével, attól függően, hogy van-e még feladata a tesztkitöltőnek, vagy visszaviszi a további feladataihoz, vagy pedig kilépteti őt a rendszerből. Legközelebb augusztusban találkozunk, és abban reménykedünk, hogy esetleg sikerül egy ilyen személyes találkozót addigra megszervezni, és hát figyeljétek a Facebook profilunkat, meg a LinkedIn profilunkat, és hírt adunk arról, amikor legközelebb egy ilyen eseményt szervezünk.